Hello, üdv itt nálam, én Mix Levi vagyok, és ezúttal is az időmenedzsmentről fogok beszélni, mert hogy ez egy három részes sorozat középső része, és ha az első videót nem láttad, akkor ide kattintva pótolhatod ezt a hiányosságot, és már is kezdjük! Ezúttal a polifázisos alvással foglalkozunk. Ez a csodálatos szó azt jelenti, hogy nem egyszer alszol egy nap, hanem a számodra megfelelő alvásmennyiséget több részletben fogyasztod el a nap folyamán. Ahhoz, hogy igazán érthesd, hogy ez miért jó, egy elmélettel is szeretnélek megismertetni, ez pedig a Pareto elv, azaz 80-20 szabály, ami azt mondja ki, hogy a munkád 80%-át az időd 20%-ában végzed el. Ez a 20% pedig többnyire akkor van, amikor reggel felkelsz, és az agyad még nagyon friss, és egy pár óráig nagyon-nagyon produktív tudsz lenni. Ez a polifázisos alvás pedig arra appellál, hogy ezt a felkelés utáni friss periódust ismétled meg többször a nap folyamán. Nem, belehalni nem fogsz, de mindenféleképpen azt tanácsolom, amit már a korábbi epizódban is, hogy végezz néhány megfigyelést magadon, illetve jó eséllyel már tisztában vagy azzal, hogy neked nagyjából mekkora az alvásigényed, és ezt a polifázisos alvást is igazítsd a saját igényeidhez. Nem fog olyan nagy problémát okozni, mint elsőre hiszed, mert hogy a genetikánkban tulajdonképpen bele van programozva ez a fajta alvásmódszer. Csak az elektromos áram, illetve az otthonainkban az elektromos világítás bevezetésével kialakult ez a 8 órát aludj megszokás, vagy nem tudom, ami egy marhaság. Korábban az emberek általában két fázisban aludtak, lefeküdtek korán este, és valamikor az éjszaka folyamán fölébredtek, ki mit mókolt, van, aki csak nézte a plafont, van, aki átment szomszédolni, de a lényeg az, hogy a genetikánkban ez van programozva, és sokkal könnyebb lesz átállni erre, mint azt gondolnád, próbáld csak ki, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az egészséged a legfontosabb. Ha ezt a polifázisos alvást, illetve annak extrémebb módjait fogod az elkövetkezendő időszakban csinálni, akkor is javaslom, hogy időnként tartsál szünetet, vagy egy kicsit olvas mélyebben utána, konzultálj orvossal, mert az egészségünk mindenféle produktivitásnál fontosabb, úgyhogy azt mindenképpen tarts szem előtt. Igen, én is élek ezzel a módszerrel, egészen pontosan ilyen 3-4-5 körül szoktam felkelni, és aztán ilyen 5-től már üzemi hőmérséklettel ülök a gép előtt, és nagyon-nagyon produktívan tudok olyankor dolgozni. Általában ilyen 8-ig nagyon-nagyon pörgök, aztán jön egy kicsi lefelé ívelés, és van, hogy 10 órakor már egy szundit beiktatok a napomba, de utána felkelek, és megint nagyon frissen tudok dolgozni. Azért kelek ennyire korán, mert hogyha én 5-től elkezdek dolgozni, akkor ez az 5-től 8-ig tartó periódus, amit az előbb említettem, azért is tud olyan kreatív és produktív lenni, mert 5-től 8-ig a fű se nő, semmi sem történik. Nem hívnak, nem posztolnak, nem e-maileznek, senki nem akar tőlem semmit az ég egy adta világon, én vagyok az egyetlen marha, aki esetleg olyankor posztolok. Úgyhogy teljesen zavartalanul tudok dolgozni. Természetesen nem én vagyok az egyetlen, aki ezzel élek. Sokan csinálják ezt, illetve már a múltban is nagyon sokan csinálták. Két nagyon ismert név, Leonardo da Vinci vagy Nikola Tesla, ők is ezzel a módszerrel élték a produktívabb időszakaikat. Természetesen nem életük végéig, hanem amikor például Leonardónak sok-sok megrendelése futott be egyszerre, akkor ő ezt a módszert csinálta, mármint a módszer alatt a polifázisos alvást értem, mert ő egy ilyen hardcore módszert csinált. 6 óránként aludt 20-30 percet, mégpedig úgy, hogy leült az ágyára, lába közé vett egy fémlavrot, egy kanalat a kezébe, és akkor szépen elkezdett
pihenni, szúnyókálni, és amikor bealudt volna teljesen, akkor elejtette a kanalat, az megcsörrentette a fémlábost, vagy lavrot, vagy whatever, és arra ő felébredt, és dolgozott tovább. Így a végére érve azt hiszem, te is egyetértesz velem abban, hogy ennek a módszernek tulajdonképpen csak előnyei vannak. Az egyetlen hátránya, hogy viszonylag nehéz hozzáilleszteni bárkinek az életéhez, de szerintem ez is megoldható, csak egy kicsit meg kell erőszakolnod magad, hogy ez működjön, és akárha egy ilyen 9-től 5-ig tartó életritmusban vagy benne, vagy munkaritmusban, akkor is megoldható, hiszen amikor 5-kor hazaérsz, vagy mondjuk 6-kor hazaérsz, akkor is egy 20-30 perces szundit be tudsz iktatni, és ne aggódj azon, hogy majd este meg nem tudsz elaludni emiatt, mert egy, ha dolgozol keményen, mint az állat, akkor fáradt leszel annyira, hogy akkor is el fogsz tudni aludni. Kettő, hogyha ráállsz erre a ritmusra, akkor egyszerűen a tested annyira megszokja, hogy simán el fogsz tudni aludni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy próbáld ki, legalább egy esélyt adj neki, aztán mondjuk kommentbe írd meg a tapasztalataidat. És akkor mielőtt elköszönnék, van egy felvetésem, korábban már említettem, hogy szeretnék ilyen live-ot is csinálni, amikor élőben kérdezhettek. Azt tervezem, hogy a jövőben a videóimat nem fogom annyira bőlére ereszteni, viszont ezeken a live-okon meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amiket a videókban már nem tudtam beleszuszakolni. Úgyhogy a leírásban meg fogod találni azzal kapcsolatban az információt, hogy mikor és milyen formában fogom ezt a live-ot én megcsinálni, mert jelen pillanatban én nem vagyok benne biztos, egy kicsit utána akarok olvasni, hogy olyan live-ot csináljak, ami faszán működik, tudok rendesen válaszolni, nem akad, nem tűnök el, meg mit tudom én. Szóval, hogy király legyen. Úgyhogy a leírásban megtalálod a bővebb információkat, és akkor találkozzunk a következő epizódban a time managementről, vagy a live-ban, amelyikek közül nem tudom még melyik lesz előbb, mindegy, találkozzunk ott. Kösz, hogy most velem voltál. Csá!